Hát még viszonylag ez egy nyugodt vidék. Ez természetvédelmi terület. A kettő együtt, ez a finom illat, amit a méhek adnak, a finom íz, amit a méz ad, és hát a szülői gondoskodás, ez együtt szerettette meg velem a méhecskéket, és hát nem tudok tőlük elszakadni. Azt tapasztalják, hogy a napraforgón például, valamint a repcén, elnéptelenedik a méhcsalád. És amikor a méhecske a nektárt szívja, akkor szívja magával a mérget is. Vannak olyan vizsgálatok, amelyik például olyasmit mutatnak, hogy akár 200%-a a méreg mérgező dózisnak jelen lehet. Elsősorban idegrendszeri károsodást szenvednek el a méhek, tájékozódó képességük elvész, és nehezen találnak vissza a méhcsaládhoz. Legyengül az immunrendszer, és akkor a vírus is tud támadni. Tehát összehasonlítva a természetes környezetben élő méhecskéket és egy mezőgazdasági kultúrán levő méhállományt, nagyon látványos a különbség. Semmi más csodát nem kell tenni, csak természetes környezetben kell tartani a méhecskéket, és kigyógyulnak ebből a betegségből. Azokban méhészek vannak nagy bajba, akik a múlt évben nagyon sok mezőgazdasági területen jártak a méheikkel. Ugyanis a mezőgazdasági területeken nem kerülhető el a permetezés. Hát a vizsgálatok csak arra vonatkoznak, a növényvédőszer vizsgálatok, hogy a halálos dózis az 48 órán belül bekövetkezik-e. A méhek nem feltétlenül 48 óra múlva fognak elpusztulni a méregtől, hanem lehet, hogy az élettartamuk lesz jóval rövidebb. Lehet, hogy az 50-60 napos élettartam helyett meghalnak 30 nap alatt. Át kell térni, vagy agrártechnológiával kell védekezni, mondjuk vetésforgóval, a legegyszerűbb vetésforgóval a kórokozók ellen, vagy pedig biológiai védekezési módszereket kell választanunk. Kell a közös akarat. Politikai akarat nélkül nem tudunk változtatni. Annyit tudok mondani, hogy a méhészek közvéleménye az más, mint a minisztérium véleménye. A hazai közvélemény, méhész közvélemény egyértelműen képviseli azt, hogy a növényvédőszerek kicsi dózisa is mérgező a méhek számára. A természetes állapot már nagyon régen felborult. Amikor én még kisgyerek voltam, édesanyámék és édesapáméknak a szántóföldjein nem használtak növényvédőszert. Jelenleg azért a méhecske a megporzó rovarok 80%-a, mert kipusztította az ember a többit. Ma, ha nem lennének méhek, akkor lenne olyan növénykultúra, amit nem lehetne termelni szántóföldön, mert nem lenne hozzá megporzó rovar. Kész tragédia. És ezzel nem néz szembe a társadalom. Mi méhészek tartjuk fenn gyakorlatilag ezeket a mezőgazdasági kultúrákat. És erről nem tud a társadalom.